Budaházi György kegyelmet kapott Novák Katalintól. Innentől kezdve a Gyurinak nem jár se börtön, se budaházi őrizet. És miért? Hát a pápa! No! Novák Katalin kegyelmet adott Budaházi Györgynek, meg a társainak, és a legszebb az, hogy miért. A köztársasági elnökasszony azzal indokolta a döntését, hogy jön a pápa. A pápa látogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen, ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet, szerepel a Sándor Palota közleményében. Hát szerintem nem elég széles körben adott kegyelmet. Szerintem a pápa ennél jóval többet érdemel. Miért nem engedünk szabadon minden jogerősen elítélt bűnözőt? Hiszen a pápa tényleg idejön. Mit számítanak a bírósági döntések, mit számít ki, milyen bűncselekményt követett el? Engedjünk ki mindenkit, why not? Mivel jön a pápa, most már nem számít, hogy véresevelték csintalan Sándort egy óbudai mélygarázsban vas csővel. Hát megesik az ilyesmi, különben is túlélte. Szóval, kedves magyarok, ha a jövőben kedvetek támadna robbantgatni egy kicsit, molotov koktélokat dobágatni politikusok házaira, megverni csintalan Sándort, vagy esetleg felgyújtanátok egy melegbárt, mindezt mostantól nyugodtan megtehetitek. Mert a köztársasági elnökasszony úgy látszik, hogy kenyelmet fog nektek adni. Csak meg kell várni, hogy újra idejön a pápa, ez azért kell hozzá. A pápa, aki nemrég egy migráns simogató, migráns ellenpápa volt, egy demens vénember, már egy remekül használható fideszes politikai termékké vált. Kiválóan használható nem csak budaháziék szabadon engedésére, hanem arra is, hogy eljátsszák a népnek a békepártiak vagyunk, ahogy a pápa is című mesejátékot. Mivel a pápa sem akar fegyvereket küldeni az ukránoknak, valamint ő is nagyon szeretne kimaradni a háborúból, teljesen egyetemnek tűnik, hogy ugyanazon az oldalon áll, mint Orbán Viktor. Jó, mondjuk ő nem vesz olcsónak hazudott drága gáz Putyintól, és nem nyomat a Vatikán egyelőre orosz propagandát sem, de ez egyáltalán nem zavarja meg az egyszerű Fidesz szavazókat az örömmámorban, hiszen az a lényeg, hogy a pápa velünk van. Jó, hát sokáig nem tudta szerencsétlen, hogy mi is igazából a helyes keresztény álláspont a világpolitikában, de úgy látszik, hogy megjött az eszem, mint annak az édes kis francia makaronnak. Hát arra azért nagyon kíváncsi vagyok, hogyha esetleg netán valamiért mégse jönne ide a pápa, ha valamiért lemondaná az útját, nyilván nem fogja lemondani, de ha mégis lemondaná, akkor vajon visszavonná Novák Katalinak egy elmet? Hiszen csak azért adta, mert jön a pápa. Más indoklást nem hallottunk. Nem derült ki, hogy Novák Katalin hosszasan tanulmányozta ezt a pert, és úgy érezte, hogy ezekért a bűncselekményekért nem börtön, hanem ünneplés jár. Hát ilyet én nem hallottam. Néhány órával azután, hogy kegyelmet kapott, Budaházi már távozhatott is a náci börtönből, bocsánat, a váci börtönből. Nem is akárhogyan távozott, lóháton. De még előtte köszönetet mondott Novák Katalinnak, és azt is elmondta, hogy nem elég, hogy szabadult, mindjárt közéleti szerepet is szeretne vállalni. Ha ember, most jöttem ki a börtönből, hadd legyek nagyon gyorsan képviselő, vagy miniszterelnök jelölt. Mondjuk ebben némileg akadályozza ő kegyelmét, hogy el van tiltva a közügyektől, mivel Priusza van, de ahogy egy Toyota Prius-t is bármikor el lehet adni, ugyanúgy meg lehet szabadítani Budaházi Györgyöt is a Priuszától, ehhez csak egy újabb pápa látogatásra van szükség. Magyarország egyébként egy kiváló hely arra, hogy a bűnözőkből sztárok legyenek. Mondjuk a Szegedi csillagban viszonylag kevés csillag született eddig, de mégiscsak sikerült kitermelnünk egy viszki rablót, akit úgy ünnepelt a média és az ország, mint a, mint a baltás gyilkost Azerbajdzsánban. Hát milyen jó, hogy őt is elengedtük, nem? A legújabb sztár viszont most egyértelműen Budaházi György. Ezek az ő nagy pillanatai, ki is élvezi rendesen, ahogy kell. Eldovagolt a börtönből a legközelebbi kocsmába, ahol jól megünnepelték ő kegyelmét, és már jelezte, hogy a pápát is megnézi majd magának a Kossuth téren, és elmond egy köszönőimát, ott is nyilván meg fogják ünnepelni. Aztán persze bizonyára jön majd az erdélyi turné, meg a választási kampány, hát Magyarországon ilyen egy tipikus politikusi karrier. Bűnöző vagy, mindenki pontosan tudja, hogy az vagy, mégis megúszod, mert az élet a maffia vagy Novák Katalin képében kegyelmet ad neked. Én majdnem elkezdtem azon gondolkodni, hogy Budaházi ezek után vajon a Fideszbe vagy a mi hazánkba fog-e belépni, mint ennek lenne bármi jelentősége. Aztán persze rájöttem, hogy nincs. Azt már szerintem réges rég elfelejtették a mi hazánkosok Budaházinak, hogy annak idején azt nyilatkozta, hogy a mi hazánk a Fidesz érdekei szerint politizál. Egyébként szerintem én értettem félre a Gyurit. Lehet, hogy azt úgy értette, hogy a mi hazánk a Fidesz érdekeit szolgálja, és ez így jól is van. Hiszen ez a két párt lényegében ugyanaz a párt, amit jól bizonyít Novák Katalin döntése is, aki most félreértetetlen gesztust tett a szélsőjobbnak. Veletek vagyunk, Gyurikám, ez volt az üzenet. Ez persze valójában nem Novák Katalin, hanem természetesen Orbán Viktor döntése volt, Orbán Viktor üzenete volt. Összenő, ami összetartozik. De vajon miért döntött így Orbán Viktor? Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, soha nem találnátok ki. Hát nem csak nem azért meg kellene azok a bizonyos szélső szavazatok, tehát csak nem azért, mert most gesztusokat kell tenni a szélső jobbnak, csak nem azért, mert ha emiatt a döntés miatt esetleg nem csak a Fidesz, hanem a mi hazánk is népszerűbb lesz, az amúgy se baj, hiszen, mint jeleztem, ez a két párt nem is két különböző párt. A lényeg, hogy erősödjön a NER, vagyis a Fidesz, meg erősödjenek a csicskapártja is, a mi hazánk és a DK. Igen, a DK. Mindenki más pedig lehetőleg ne. Természetesen nem arra gondolok, hogy ez a döntés erősíteni a DK-t, gyurcsány erősítésére, el nem engedésére, le nem csukására más döntések születtek a ner de azért születtek. Azért itt nagyon sokan, nagyon keményen dolgoztak azon Novák Katalinon és a pápán kívül is, hogy Budaházi György szabadulhasson. Például Schiffer András ügyvéd úr. Mindenkit az emberi jogok egyformán megilletnek, függetlenül világnézettől, politikai hitvallástól. Éppen ezért senki, tehát Budaházi György és társai sem lehetnek áldozatai annak, hogy az igazságszolgáltatás most példát akar statuálni különböző politikai, világnézeti célzattal meg akarja mutatni Budaházi Györgynek és társainak, hogy ki az úr háznál. Siffer András szerint mindenkit megilletnek az emberi jogok. A Nernyalonc ellenzéki értelmiségi Siffer úgy tűnik, úgy gondolja, hogy a jogerősen elítélt bűnözők emberi jogai közé tartozik, hogy mentsék fel őket. Vagy kapjanak kegyelmet. Schiffer szerint az igazságszolgáltatás most példát akar statuálni. Tehát nem arról van szó, hogy az elkövetett bűncselekmények fényében hoztak egy döntést, amihez joguk van, hiszen azért ők a bíróság, hanem példát akartak statuálni. Mindezt mivel tudja Schiffer bizonyítani? Nem sokkal. Azzal, hogy ő ezt így érzi. Schiffer persze nem világnézeti okokból mondja, amit mond, nem politikai megrendelésre, nem azért, hogy bevágódjon bizonyos körökben, de a bíróság az egyértelműen meg akarta mutatni, hogy ki az úraháznál. Meg komcsik döbbenetes látni azt a NERV negyedik ciklusában, hogy olyan egykor európai gondolkodású figurák, mint például Honta András vagy Schiffer András nem pusztán a NERV-nek, hanem olykor a szélsőjobbnak is tesznek gesztusokat nehéz eldönteni, hogy egyszerűen elment az eszük, vagy annyira megsértette őket a balliberális oldal, vagy a balliberális oldalon valaki vagy valakik, hogy ezt így akarják megbosszulni. Egy biztos. Rohadt kellemetlen volt azt látni, hogy Siffer András Budaházi Györgyes társai mellett kampányolt. De akármilyen kellemetlen is volt ezt látni, bejött, működött, a kampány sikeres volt. Siffer Andrást pontosan ugyanolyan sikeresen használta a NER, ahogy most a pápát használja. Siffer Andrásról sok rosszat lehet mondani, mondok is, de azt nem, hogy ne értene a joghoz. És hogyha valaki úgy dönt, hogy jogásznak megy, az ember azt feltételezné róla, hogy hisz is a jogban, a jogállamban. Hogy nem támogat például olyan rendszert a megszólalásaival, ami leépíti a jogállamot és semmibe vesz bírósági döntéseket. El kéne dönteni, András, hogy akkor most hiszünk a jogban, vagy nem hiszünk? El kéne dönteni, hogy elfogadjuk a bíróság döntéseit, vagy nem fogadjuk el? Hogy van az, hogy amikor ügyvédként tevékenykedsz, akkor elfogadod, de amikor úgy érzed, hogy tenni kell egy gesztust a szélső jobbnak, akkor meg nem. A szélső jobb oldalon, meg a fideszes jobb oldalon is, bár a kettő között nincs sok különbség, nagyjából azt gondolják a magyar bíróságokról, a magyar igazságszolgáltatásról, hogy tele van régi komcsikkal, és ezért húznak a bíróságok balra, mert, mert szerintük balra húznak. Na most ez az év meglepő módon akkor szokott mindig előkerülni, amikor olyan döntés születik, ami valamiért nem tetszik a jobb oldalnak. Amikor nem ilyen döntés születik, akkor hirtelen minden oké okay a bíróságokkal. De amikor budaházi felítélik, akkor rögtön jön a komcsizás. Hát én nem tudom, hogy hány régi komcsi van a bíróságokon, én csak azt tudom, hogy hány régi komcsi van a Fideszben. Sok! Ez miért nem probléma, kedves jobboldal? Értem, hogy a bíróságokról ki kéne takarítani a komcsikat, de a Fideszből nem kéne. Hát tele van a jobboldal egykori msmp sekkel ez nem gond. Tudom, ők a jó komcsik, a rossz komcsik azok a lipsik. Az az igazság, hogy amiket Orbán Viktor mostanában művel, az nagyon emlékeztet a rendszerváltás előtti időkre. Nagyon úgy tűnik, hogy a vezérben felébredt a kommunista hiszen most már van feljelentgetős, panaszkodós törvényünk is házmester módra. Van tanár törvényünk, magánlaptopba bekukucskálós törvényünk is. Magyarország egy, egy ilyen nosztalgikus autokrácia. Mi így szeretünk nosztalgiázni. A NER bátor búmer kommunistái olyan közegben érzik magukat újra fiatalnak, ahol bármikor fel lehet jelenteni az ellenséget, vagyis a szomszédot vagy egy antipatikus családtagot, vagy egy meleg Szóval maradjunk annyiban, hogy a NER negyedik ciklusában itt most már nagyon nehéz eldönteni, hogy ki a komcsi és ki nem az. Azt viszont nem hiszem, hogy nehéz eldönteni, hogy mi járna azoknak, akik vas támadnak Csintalan Sándorra egy óbudai mégarásban. Börtön. Az járna az ilyeneknek.